Jó estét mindenkinek! Aki tud, üljön le, ha van hely. Nagy tiszteltel köszöntök mindenkit a mai rendezvényünkön. A figyeljük a kis táblátatok, ki van érve, hogy ismerve Magyarország titkait, Szent Mihálynapi Tíznél. Itt hol vagy? Magyarország. Szeretek Magyarország. Szent Mihály napra egy akciót szervezett a közmédia, amelyhez Rabocsaháza is csatlakozott. Ez alkalomból az önkormányzatot támogatásban is részesítették, ahhoz, hogy ezt a rendezvényt megszervezzük, mert ezúttal köszönünk. És mi azt terveztük erre a napra, hogy a mai nap egy táncot, egy gimnasztikai bemutatót tartanak a Rabocsaházi asszonyok, Simon Edit vezéretével. Simon Edit Kisvárdáról az elmúlt időszakban már több alkalommal segítette a mi lányainkat, asszonyainkat, akik táncoltak, akik torráztak, akik az egészségnek megfelelően próbáltak élni. Szent Mihály napról néhány gondolatot. Először nem tudtuk, hogy miért kell nekünk Szent Mihály nap alkalmával tüzet rakni. Azt, amit utána olvastunk néhány helyről, akkor rájöttünk, hogy Szent Mihály nap ugye István király óta ünnep. Mátyás király idejében, amikor Mátyás a fekete sereget létrehozta, megalapította, akkor csinált egy számadást, és az egész Szent Mihály napi ünnepségnek a számadása mottója, hiszen akkor számadásra vettek mindent, még a méheket is. Mert sokan nem tudják, de Mátyás király óta a méh családokat számadásba veszik, tehát minden évben, szeptember végén tudják azt az országunkban, az országban, itt Magyarország különösen, hogy hány darab méh család van. De ugye Szent Mihály az 1800-as években Szent Mihály, mert hogy akkor avatták szenté az egyik Mihály nevű emberünket, és azóta ünneplik a Szent Mihályokat. Nagyon sok népi hagyomány kötődik Szent Mihály naphoz, hiszen szeptember 29-éről beszélünk. Szeptember 29-én ugye a hegyekben a jájakat felvitték, pontosabban felvitték György napján, és Szent Mihály napján hozták le a hegyekből, és innen számított a tél. Ettől kezdve írja a hagyomány, hogy a fű is úgy nő Szent Mihály nap óta, hogy ha felhúzzuk a földről, mert egyébként már ilyenkor megáll a növekedésben. Ekkor kezdődik el a kukoricatörés, ekkor kezdenek el vetni, ekkor kezdenek el a mezőgazdaságban készülni arra, hogy itt következik a tél, és ettől kezdve már a hidegre kell számítani. És ugye a tűz, ugye itthon vagy, szeptember 29, és a mi kis szlogenünk arról szól, hogy holnapi nap folyamán fél tízkor nekünk egy tábortüzet kell majd meggyújtanunk, és hála jó Istennek, hogy Rabocsaháza is csatlakozott ahhoz az országos felhíváshoz, hogy mint egy 1300 település mellé Rabocsaháza is csatlakozott, hogy egyszerre fogjuk meggyújtani a Szent Mihály napi tüzet. És miért éppen szeptember 29-én, és miért éppen tüzet?
Mert hát amikor a hegyekből lejöttek a juhászok, lejöttek az emberek, akkor ahhoz, hogy megmelegedjenek, világos tüzet kellett rakni, és kötöttek ehhez néhány olyan dolgot, a időjárás előjelzésből kifolyólag is, hogyha szent néhány nap a deres lesz a ló, akkor hosszú térre lehet számítani. Szent néhány nap alkalmával, és akkor arra kell számolni, hogy az egész telünk az hideg lesz. Ha itt maradnak, ugye vannak hagyományok, az ipari völgyében például azt mondták, hogyha Szent Mihály napon még itt vannak a fecskék, akkor hosszú őszre lehet számítani. És sorolhatnám még ezeket a népi hagyományokat, amik tapasztalatra épültek. Végül is ennek a mai rendezvénynek az összetartás, az egyéni tartozás, hogy itthon vagyunk, szeretjük ezt az országot, szeretjük hazánkat, erről szól. És annak örülök, hogy legalább ennyire elfogadták ezt a nagyon hirtelen meghívást, és annak nagyon örülök, hogy ha mindenki élvezni fogja ezt a mai estét. Mint mondottam, Simon Nemzet vezéletével meglátunk egy, és szeretném azt, hogyha nem csak azok a hölgyek, akik már ezt a tornát végigélték, ők táncolnának, vagy ők tornázzának, hanem mindenki, aki itt van, ezeket az alapműveleteket megcsinálná. Azt követően pedig a Bári Zoltán alpolgármester úr segítségével készítettünk egy összeállítást, amely arról szól, hogy mi volt régen, és mi van ma. A régi fotókat fogunk bemutatni, és ezt követően pedig mi csináltunk itt egy nosztalgia estet július 13-án. Erről készült egy rövid kis összefoglaló, ahol zenéltünk, együtt voltunk, és azt szeretném, hogyha sok ilyen lenne, amikor együtt vagyunk, eszünk, iszunk, és szeretjük egymást. Ez is erről szól, tehát majd a mai este végén azzal zárjuk, hogy ebből egy kis összeállítást megnézünk, és aki akar rá táncolni, aki akar rá énekelni, azt megteheti. Én a mai este mindenkinek kívánok jó időtöltést, ahhoz, hogy ez úgy történjen, hogy ne legyen üres a gyomor, készültünk debreceni párossal, illetve Nisztivel, hogy ne fázzunk, ahhoz Simon Reddit fog nekünk majd dirigálni, hogy mit csináljunk, hogy ne fázzunk, és egy kis forral, borral is, meg egy kis forral, tejával is készültünk, hogy ne fázzunk meg. Én a mai esetének nagyon jó együttétet kívánok, és sok ilyet kívánok még mindenkinek, hogy ilyen alkalmat éljen már. Köszönöm szépen!
Nagy Mihály kántortanító, hogy Nagy Mihályné,
Orestó Lászlóval, postamesterrel, akik a Hatházi család látogatója éppen, hogy mindannyian prominens személyei voltak a Lomocsaházának. Vajon hol készülhetek ez a kép? Talán ezt soha nem tudjuk meg. Valószínűleg a Tatár kúriánál. Lomocsaház baronaik a mai katolikus templom helyén volt egy baroda. Ezekre az emberek mind Lomocsaházak. Oda van írva, hogy Pásztor Dániel Toronyő 1942. A lomocsaházi katolikus iskolások a mai óvoda helyén volt a katolikus iskola, erre mindannyian emlékszünk. Mi is úgy hittük, mikor megosztották az iskolából, el kellett menni oda gyakorlatot, mindig azt mondták, hogy menjetek el a katolikus iskolába, mert még ez egy ilyen 68-ban született embernek is mond valamit, hogy hol is volt a katolikus iskola régen. Hát még aki nálam egy kicsit idősebb. A katolikus templom egy régi fotón, hát az alapja az nem változott, természetesen a fülleme már annál inkább, emlékezzük vissza, mennyi fejlesztés volt a katolikus templomban és az elmúlt évek során. Ez egy katolikus ünnep. Erről Zoltán barátom többet tudna mondani, hogy milyen felvonulás szokott lenni a katolikus ünnepek során, de hogy mennyi a gyülekezet létszáma, az azért feltűnik, nem? Hogy milyen sok ember vonult fel akkoriban. Ezt nem tudom behatárolni, hogy pontosan hol van ez az önki, a régi önki helyén. Ja, ez a bolt, ott van rajta, maga a bolt épület. Aha. És balra van a templom ekkor. Terülterű asztaltár, 40-es éves végén, első lábozásban. Úgy szeretnék egy ismerős alkalmat, hogy az 50-es években is az első lábozás már akkor is már innen volt a katolikus családoknál. Egyház fogottá vált, ezt kiadva a gyerekek. És ennek megadták a kellő külső körülményeket. Gyönyörű szép, szinte megadták én a házamban, hogy töltöttek a lányok. Vajon ki ez a ház? Gyertek. Hú, kiderült, hogy... Szenes iloktól volt rajta. Szenes iloktól volt a hőt. Iloktól én, Vári Zoltán. Azért szépen is megfogulnak, megfognak. 56-57-es második osztály. Ez a katolikus iskolában voltam a második osztály. Ez már általános iskola, természetesen 56-57-es. Ez már a szállapasokat látható iskola. Na, kicsoda, kicsoda. Birikém, neked már érdemes volt fejjel. Jutott a mélyegyélel a kép. Kicsoda? Hát, itt van Simon Ilonka. Simon Ilonka. Nagy Jóska. Kocsis Nagy Jóska. Thank you.
Szabó Feri. Ez a Szabó Feri? Hát a Szőike fiatal ember, Orosz András. Az meg Nagy János. Nagy János. Ez Bebécs Marika szerintem? Aha. És ki volt ez a bácsi? De itt ez a széle, itt ez a bácsi. Bálint Pista bácsi. Annalének az apukája. Nagyon jó. Örülünk, hogy fel tudunk fedezni ismerős arcokat. Köszönöm Sziasztának. Tényleg nincsen nadrág a lányokon, hát ez is egy érdekes dolog. Van már ugye el sem tudjuk, szinte meglepő, amikor a lányok szoknyát hordanak. Én mindig is mondtam a kollégáinak, hogy én mindig lányokkal meg nőkkel voltam körülvéve a munkahelyemen, hogy azért gyerekek járjanak már szoknyában is, de nem tudtuk őket rávenni erre a barátságra. Hát régen még ez csak természetes volt. De miért is elérnénk be egy jobb harcunkat? Kecske és Palika rabatában elérnénk. Ruszkovics Éjjel. Hát ő Palika. Igen. Ruszkovics Éva? Szabó Erika. Ő pedig nem
Kulcsárjuk a magunkban. Mindenki jót van. Na még igen. Szexai kény. Nem volt volna. Nem volt volna. Ez egy óvodai búcsú. Óvodai búcsú. Metra jössz? Szabó Klári, itt van Klári, a fél, ugye? Ő Klári. Bucskai Amanda, a kórtos. Tessék, nyugodtan táncra perdünk! Nehogy megváltozat, aztán holnap nem legyen az időt! Ramacsaháza központjában, égbe nyúló tornyával tör a magasban, a község egyik legszebb épülete. Az 1841-ben épült, de 2012-ben felújított késő barokk stílusú templom műemlék. 18. századi építészek kezemunkáját dicséri az úgynevezett Mikecz kúria. A földszintes épület külső utcai homlokzata eredetileg 6 nyílás tengelyű volt, amelyet később további 2-2 tengellyel bővítettek. Ma védőnői szolgálat üzemel benne. Nem vagy ramacsaházi születésű, de szinte a napjaidnak a nagy részét itt töltöd, itt munkálkodsz ramacsaházán, több mint 7 esztendeje már. Milyen itt dolgozni?
küzdelmes nagyon a mocsaházán dolgozni. Milyen itt a légkör? Hogyan érzed itt magad? Milyenek az emberek? Elsősorban nagyon vendégszeretőek, befogadóak, de sajnos nagyon szegények. Melyek a mocsaháza értékei? Talán a legnagyobb a munka. Itt még mindig igyekeznek az emberek magukért tenni, haladni, a szegénységet megélve, törekedni arra, hogy tisztességben tudjanak családot fenntartani és élni. Nagyon nagy erő érték a református egyház köteléke, illetőleg a másik két történelmi egyház, a római és a görög katolikus is, akik ehhez hozzásegítik ezt a klasszikus vidéki életet, és ebből adódóan a család mint olyan még mindig egy nagy megtartó erő. És talán Ramcsaházának ebből van elején merítkezni, és ebből tartja még fent magát ebben a most még nagyon nehéz helyzetben is. Ön miért szereti a Ramcsaházát? Én arra vagyok büszke, hogy én azon a helyen lakom, fizikálisan, ahol születtem. Igazán ebben a házban, egy nagyon kicsi házban, de én ott születtem. Én nagyon kötődöm ez a településhez, minden, amit van, ami van, és szívem, lelkem a településé. Időben pedig még ez a sok far fog gyúlni, de addig eltöltve az időt, a telepesti farmarat megfelelően ma is hozunk, hoztunk egy kis kóstolni valót, majd itt az asztalon a hölgyek kiosszák. Arra kérek mindenkit, hogy most gondoskodtunk arról, hogy legyenek itt kukás edények, tehát mindenki a szemetet oda dobálja be, és arra vigyázzunk, hogy szép, tisztaság legyen, maradjunk utánunk. További programhoz mindenkinek jó szórakozást kívánok, érezzük magunkat nagyon jól, majd a hölgyek fognak hozni egy kis almát, és azt is fogyasszuk egészséggel. Tovább. Csak a szolga munka, vendég jött házadba, fehér-fekete tolla, hazádat kinézte, fészkedet ellopja, koldus botra jutva, árva magyar sorsra, befogadott vendég, házadat ellopta, sol az ében, testvér, testvért üldöz, keserű sötétben. Ne hagyd magad, kérlek, ébredj álmaidból, vedd kezedbe sorsod, ne félj tüzes tróntól, gondold meg, hogy hányszor engedtél a szónak. Sokszor hittél, jött ment csavargónak. Munkádnak gyümölcsét kamat vitte, hordta idegen nemzetnek, építetted volna, neked már nem jutott tisztesség és szállás, csak a szolga munka, keserű piálás, nehéz adta risznya,
benne viszed sorsod, új hazát keresni, de nehéz a dolgod. Szóg a sors, mi vár rád, hatalmas a szégyen, elbújni a földbe, felmenni az égbe. Ne hagyd magad, kérlek, ébredj álmaidból, vedd kezedbe sorsod, ne félj tüzes tróntól. Gondold meg, hogy hányszor engedtél a szónak, te sokszor hittél, jött, ment csavargónak. Dicső eleinknek hátadat fordítva, ne hagyd magad, kérlek, sírva ordítva. Hátul állsz a sorban, reszketve vonyítva, látod, magyar ember, eljön majd az óra. Útszéli árokban töltöd éjszakádat, szegény magyar ember, elvették hazádat. Ébredj álmaidból, lidérces varázsból, Dózsa unokája, trónra ül ki bátor. Ne hagyd magad, kérlek, ébredj álmaidból, vedd kezedbe sorsod, ne félj tüzes tróntól. Gondold meg, hogy hányszor engedtél a szónak, de sokszor hittél, jött, ment csavargónak. Nemesi gúnyába öltözött az ármány, cifra palotában bankot nyitott drágán. Nem volt más szándéka elvenni a földed, ő szabja majd sorsod, mennyit ér az élet. Ne hagyd magad, kérlek, ébredj álmaidból, vedd kezedbe sorsod, ne félj tüzes tróntól. Gondold meg, hogy hányszor engedtél a szónak, de sokszor hittél, jött, ment csavargónak. De sokszor hittél, de sokszor hittél, ébredj álmaidból, ébredj álmaidból. Magyar földet magyar hó takarja, magyar szívnek magyar szó a hangja. Szőlőtőke bort kínálja, magyar ember asztalára, magyar földben búza terem, búzából.